Itt vagyunk a Vosinski-Mur megyei múzeum nagyon sokak által ismert egyik helyiségénél. Ugye itt föl lehet próbálni ezeket a ruhákat, természetesen nem kölcsönözhetőek, de azért is jöttünk ide, mert én egy kicsit gondban vagyok, hogy mi is, minek is öltözzek farsangkor. Hát most ezt nézzük meg. No, hát válogattam, gyönyörűek ezek a ruhák, de én azt hiszem, hogy idén farsangkor kivételesen magamat fogom adni, de hogy mi is a lényege, honnan indult a farsangi szokások, a farsangi hagyományok, erre pedig Csapai János, a Vosinski-Mur megyei múzeum dolgozója, muzeológus, néprajzos fog nekünk választ adni. Vele beszélgetünk a továbbiakban, most már jelmez nélkül. Ugye a farsangnak az időszaka az vízkereszttel január 6-ával kezdődik, és a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos bőjt kezdetével, hamvazó szerdával zárul ugye ez az időszak. Most a farsang szó az egy bajor-osztrák eredetű jövevény, szóval a vasang szóból származik. Ezeken a bajor-osztrák területeken már az 1230-as években vannak följegyzések különféle ilyen farsangi szokásokról. Magyarországon a 14.-15. században jelenik meg, vagy szűrődik be a farsangi szokás. Általában a kutatók azt szokták mondani, hogy három szintéren terjedt el Magyarországon a farsang. Egyrészt a királyi udvarban, ott főleg itáliai jelentős, vagy az itáliai hatás volt a nagyobb, ugye Dél-Európában szinte a legnagyobb ünnepe az évnek a farsang, ugye gondoljunk csak a velencei karnevárra. A másik két szintér az pedig a városi polgárság és a falusi lakosság volt, ahol főleg zömmel a német hatás érvényesült. Az első följegyzések Magyarországon a 15. századból vannak a farsangról. Most idéznék is itt egy rövidet. Temesvári Pelbárt írja, az 1400-as években élt, egy ferences barát volt. Az egyik prédikációjában írja, ami fönnmaradt, hogy ó jaj, ezekben a napokban hány keresztény ember fordul a kegyelem világosságából a sötétség cselekedeteihez, vagyis a torkossághoz, az iszákossághoz, a bujálkodáshoz. Az eféle emberek a farsangban istenüknek választják az ördögöt, akit álarcos mulatsággal és fajtalan énekekkel dicsőítenek, megvetvén Krisztust. Az egész esztendőben nincs még egy ilyen nap, amikor az ördög annyi embert elragad, és a bűn igájával a maga rabszolgaságába hajt, mint éppen ezekben a napokban, amikor az emberek eszemiszommal, tánccal és fajtalansággal töltik az idejüket. Ugye a farsang időszakról elmondható az általánosságban, akár magyar, akár európai viszonylatban, hogy ugye ez az időszak egy, hát hogy mondjam, olyan különleges időszak volt, hogy egyfajta fordított világ volt ez, tehát a rendes, normális hétköznapoknak egyfajta tükörképe valósult meg különféle farsangi szokásokban. Tehát ez egy olyan időszaka volt az évnek, amikor igazából büntetlenül és nyíltan ki lehetett fejezni, vagy kifejezésre lehetett juttatni azokat a gondolatokat, amik az adott évben az ember fejében megfogalmazódtak. Ugye ezek a különféle farsangi események általában a városközpontokban, faluközpontokban, fonóházakban, kocsmákban, ivókban zajlottak le. Magyarországon is a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb szokáshagyománnyal a farsangi ünnepkör rendelkezik. Ugye a legáltalánosabb, vagy legismertebb ugye ez a különféle jelmezes, álarcos, alakoskodó szokások, de emellett különféle dramatikus játékok is zajlottak, vagy előadtak ezekben a napokban, például halottas játékokat, vagy lakodalmas játékokat, akkor különféle köszöntő szokások is kapcsolódtak farsanghoz, akkor ugye a téltemető szokások, ugye a legismertebb ugye a palócföldről elterjedt kiszebáb égetés, ami manapság szinte az egész országban ismert, meg sok helyen gyakorolják még ma is, vagy például ugye a mohácsi busójárás, de kapcsolódtak a farsanghoz különféle terményjósló, termés, varázsló
szokások is, ezek például itt Tolna megyében is ismertek voltak, például a vetőmagnak való kukoricát, azt húsvágyókedden kellett lemorzsolni, azt tartották, mert ha akkor morzsolták le, akkor jó lett, meg bő lett a, vagy bő lesz a termés. Azt is tartották, hogy nagyra kell ugrani farsankor, és akkor nagyra nő a kender, vagy például a köszöntők elé kukoricát szórtak az udvarba, és ugye, hogy betaposodott a kukorica az udvar földjébe, ahogy az kikelt, abból jósolták, hogy mennyi csibe fog kelni az adott évben. De például ugyancsak húshagyókethez kapcsolódott az, hogy egy-egy gyümölcsfát vagy szőlőtőkét megmetszettek azért, hogy bőtermés legyen az adott évben. A másik része a farsangnak, amit az idézetet, amit felolvastam, abban is ugye szerepel az evés és ivás. Tehát ez is egy jelentős momentuma volt a farsangi időszaknak. Például egy angol följegyzés van erről, hogy akkor a sütés, főzés, tésztagyúrás, kevergetés, kavargatás, fűszerezés, ízesítés, sózás, cukrozás, rafinált ínyeszkedés folyt, hogy az ember azt hitte, mindenki két havi adagot akar a bendőjébe tömni, konstantinápolyi vagy nyugat-indiai tengeri útra raktároz húst a gyomrában. Ez a 17. századból származik. Maga a karnevál szó is ugye a kárne hús szóból származik, tehát ez is mutatja, hogy az étkezésnek is nagy szerepe volt ebben az időszakban. Ugyancsak megállapítható az is, hogy az éves táncalkalmaknak az öme is a farsangban került megrendezésre. Ugye általában a farsang utolsó három napja volt a táncvigadalmaknak az időszaka, vagy a napja, de általában mindig a húshagyókeddi, tehát az utolsó farsangi napi táncvigadalom volt a leghangosabb, a legtovábbtartóbb. És az esküvőket is jórészt ekkor tartották az anyakönyvi kivonatok szerint, teszi hozzá Csapai János. A megyei múzeumban, ahogy a múzeum pedagógiai foglalkozásokon ezt már a járatosak megszokhatták, játékos formában maszkákat, állarcokat készítve vezették be idén is több foglalkozáson a gyerekeket a farsangi hagyományokba, az ünnepkör történetébe, alakulásába. Jelentjük, a tanulás jókedvel vidáman zajlott, miközben csodaszép állarcok születtek az iskolások keze alatt.